Sziasztok! Imre Benke Anna Mária vagyok, az Amfotó tulajdonosa. Múlt héten kimaradt a videó, sajnos nem volt hangom, valamint bevallom őszintén, egy kicsit elgondolkodtam komolyabban. Hát, hogy mi? Azon, hogy van-e értelme folytatni a fotózást. Na de most, hogy visszakanyarodjunk egy kicsit, ebben a videóban bemutatom a kismama fotózást, ez pedig a második rész. Jöjjenek a kérdések! Mit vegyél fel a fotózásra? Javaslom a kényelmes öltözéket, hisz akkor nem kell feszengened, és biztosan szép képek fognak készülni. Ez lehet egy elegáns öltözet, vagy farmer póló, esetleg egy fehér férfi, ing, egy hosszú ujjú. Fontos, hogyha a pároddal, gyerkőcöddel is készül közös fotó, akkor stílusban passzoljatok egymáshoz. Nem kell, hogy teljesen ugyanolyan színekbe öltözzetek, viszont a színek vagy minták menjenek egymáshoz. Az egyedüli kismama képeknél te döntöd el, mit szeretnél viselni, amit jó előre pár nappal megbeszélni, vagy készülhessek megfelelő háttérrel, dekorációval, ami passzol hozzá. Nálam is elérhető körülbelül 15 féle ruha, többféle színben és stílusban, melyből még külön díj felszámítása nélkül választhatsz, de ha sajátban szeretnél a képeken tündökölni, annak sincs akadálya. Képek a nagy tesóval és pároddal is? Pár közös kép elejéig a gyerkőcöddel és vagy a pároddal készül képek még inkább feledhetetlené teszik ezt az élményt. Ezt mindenképp a fotózás elején kell, hisz a gyerekek vagy épp az apukák hamar beleunnak a fotózásba. Képzeld el, ahol a gyerkőcöd megpucíja, vagy párod átöleli a pocakodat. Milyen jól néz ki egy fotón. Nem probléma, hogy nem vagytok profi modellek, sok ötletem van és segítek a pózok beállításában is. Mikor legyen a kismama fotózás? A várandóság 32-36. Hete között ajánlott. Ekkor még talán könnyebb a mozgás, könnyebben mennek a különböző beállítások. Mikor érdemes időpontot foglalni? Minél előbb, akár hónapokkal előre szólhatsz. Akár több időpontot is foglalhatsz. Főleg, ha a kültérit is szeretnél. Lehet épp aznap rossz az idő, amire először foglaltál, de ha van még egy megbeszélt időpont, akkor már előtte egy-két héttel látni fogjuk, hogy alakul az időjárás, és ennek tudatában döntünk. Meddig tart a fotózás? Hát ez csomagfüggő, ez lehet egy gyors fél órás a stúdióban, de általában egy-két óra az, ami ideális, ha többféle típusú, hátterű, témájú fotókat szeretnél, valamint többféle ruhát is szeretnél felvenni. Hát ennyit a kismama fotózásról, jövő héten is tartsatok velem, egy újabb témával érkezem nektek. Sziasztok!